Hölgyeim és uraim, tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait, valamennyi meghívott vendéget és a kedves televízió nézőket. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy 11 képviselő megjelent a mai testületi ülésen. Az ülés határozat képes, azt megnyitom. Tisztelt képviselő testület, indítványozom, hogy a képviselő testület a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően tárgyalja meg a napirendeket, azzal a változással, hogy az alábbi napirendi pontok kerüljenek levételre. 8. napirendi pontként volt kiküldve javaslat a Karcagváros Önkormányzat képviselőtestületének munkaterv módosítására, valamint javaslat az öntözéses gazdálkodás kialakítása érdekében egyes külterületi csatornák használatba adásáról. Tehát ezt a két napirendet, a 8-as és a 18-as napirendi pontot javaslom levételre a mai testületi ülésről. Először a módosító indítványt elfogadásáról kell dönteni, aki ezzel egyetért, azt kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, kérdezem, hogy van-e valakinek további napirendi ponti javaslata? Ha nincs, akkor a módosításokkal elfogadott napirendről kell szavaznunk, aki ezzel egyetért, azt kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, javaslom továbbá, hogy a 18-as napirendi pontot, ugye ez már a módosított számozás alapján 18-as, hogy a 18-as napirendi pontot a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény ide vonatkozó pontjai értelmében zárt ülés keretében tárgyalja meg a képviselőtestület. Aki ezzel egyetért, kérem készfeltartással jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. Tisztelt képviselő testület, a napirendi pontok megtárgyalása erőt köszöntésekre kerül sor. Tisztelettel felkérem jegyző urat a köszöntések ismertetésére. Tisztelt képviselő testület, pedagógus nap alkalmából ebben az évben Tótni Szucsáki Hajnal Ildikó, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum Oboda tanára református nagykunságért pedagógiai díjban részesült. A kitüntetést dr. Fekete Károly úr, a tiszántúli református egyházkerület püspöke adta át 2022. június 10-én a Berekfürdő megtartott egyházmegyei közgyűlésen. Az elismeréshez az önkormányzat nevében szívből gratulálunk, munkájához további sok sikert, jó egészséget kívánunk. Felkérem Tótni Szucsáki Hajnal Ildikót, hogy legyen szíves kifáradni és polgármester úrtól a virágot átvenni. Tisztelt képviselőtestület, a nemzeti kiválóság elismerési rendszer szempontja alapján elismerés a kiválóságért bronz fokozatában részesült a Madarász Imre Egyesített Óvoda. Az elismerést Gulyás Ferencné intézményvezető asszony 2022. június 29-én vette át Szabó Kálmán úrtól, a Szövetség a Kiválóságért Egyesület elnökétől. Az elismeréshez az önkormányzat nevében szívből gratulálunk, munkájukhoz további sikereket és jó egészséget kívánunk. Felkérem Gulyás Ferencné intézményvezető asszonyt, hogy legyen szíves kifáradni és polgármester úrtól a virágot átvenni. Tisztelt képviselőtestület, államalapító Szent István királyunk ünnepe augusztus 20-a alkalmából Kunhegyes városi önkormányzat képviselőtestülete
Kunhegyes város egészségügyi és szociális szolgálatáért kitüntető díjat adományozott Nagyné László Erzsébet asszonynak, a Karcagi Kátai Gábor kórház főigazgatójának. A kitüntetést főigazgató asszony 2022. augusztus 20-án vette át Kunhegyesen Szabó András polgármester úrtól. A méltó elismeréshez az önkormányzat nevében szívből gratulálunk, további munkájához sok sikert, jó egészséget és kitartást kívánunk. Felkérem Nagyné László Erzsébet főigazgató asszonyt, legyen szíves kifáradni és polgármester úrtól a virágcsapot átvenni. Tisztelt képviselőtestület, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Jászlajkun-Szolnok megyei küldöttgyűlése 2022. június 16-án megtartott alakuló ülésén Hubay Imre Csaba urat ismételten megválasztotta elnökének. Újbóli megbízatásához az önkormányzat nevében szívből gratulálunk, további eredményes munkát és jó egészséget kívánunk. Felkérem Hubay Imre Csaba urat, hogy legyen szíves kifáradni és polgármester úrtól az ajándékot átvenni. Tisztelt képviselőtestület, a Sárközi Péter emlékérem kuratóriuma a biokultúrában, a biodinamikus gazdálkodásban, a hazai és a határon túli biokultúra mozgalomban végzett kimagasló példamutató tevékenységéért Hubay Imre Csabáné részére Sárközi Péter emlékérmet adományozott. Az elismerés átadására a Pilis Csabán megrendezett 19. Sárközi Péter tudományos emlékülésen került sor 2022. szeptember 9-én. A kiemelkedő szakmai elismeréshez az önkormányzat nevében szívből gratulálunk, további munkájához sok sikert és jó egészséget kívánunk. Felkérem Hubay Imre Csabánét, hogy legyen szíves kifáradni és a virágot polgármester úrtól átvenni. Tisztelt képviselőtestület, a Karcagi Polgármesteri Hivatal munkatársai közül a közelmúltban hárman is utolsó munkanapjukat töltötték a hivatalban, és a hosszú, végigdolgozott évek után megkezdték nyugdíjas éveiket. 2022. szeptember 2-án Kompanekné Sánta Mária, 2022. szeptember 9-én Csiszárné Takács Erika, 2022. szeptember 16-án pedig Kuruc Magdolna töltötte utolsó munkanapját a hivatalban, és köszönte el munkatársaitól, illetve köszöntek el tőlük munkatársaik. Ebből az alkalomból a képviselőtestület és a magam nevében és polgármester úr nevében szívből gratulálunk. Köszönöm több évtizedes precíz és lelkiismeretes munkájukat, nyugdíjas éveikhez pedig jó egészséget, sok boldogságot kívánunk. Felkérem Kompanekné Sánta Máriát, Csiszárné Takács Erikát és Kuruc Magdolnát, legyenek szívesek kifáradni és a virágokat átvenni. Polgármester úr.
Köszönöm szépen jegyző úrnak a közreműködést, és én is nagyon szívből gratulálok valamennyi kitüntetettnek, és mindenkinek jó egészséget kívánok, hiszen azt gondolom, hogy az a legfontosabb mindannyiunk életében. Tisztelt képviselőtestület, fölkérem ismételten Rózsa Sándor jegyző urat, hogy a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről adjon tájékoztatást, bár szerintem ez most egy átugrandó napi rendben, amikor megnéztem, akkor ez egy ilyen 8 oldalas híranyag volt, és úgy döntöttünk, hogy nem fogjuk ezzel húzni a mai testületi ülést, természetesen elérhető majd mindenki számára. Tisztelt képviselő testület! Szabadságolási tervemtől eltértem a két ülés között eltelt időszakban. 2022. július 4-én, július 22-én és augusztus 26-án vettem ki szabadságot. Tisztelt képviselő testület, napirend előtti kérdések feltevésére van lehetőség. A kérdések megválaszolására napirendek megtárgyalását követően kerül sor. Kérdés, ha valaki részéről felmerül. Andrássy András képviselő. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt testület, tisztelt jelenlévők. Várost érintő, illetve a város nagyon sok lakosát érintő kérdésbe kérném, jelezném és egyben kérném polgármester úr segítségét. Az emberek tájékozatlanok gázszámla ügyben, hogy hogyan is alakul, mennyit is kell fizetni, mit kell tenni, mindenféle hírek terjengenek különböző felületeken, ami konkrétum, és én a mai nap folyamán kaptam egy ilyen tájékoztató levelet gyakorlatilag az MVM-től. Ez egy viszonylag eléggé pontos és normális magyarázata a számlának, de ez egy dolog, tehát ezt valahogy a lakosság tudomására kellene hozni, hogy valójában hogyan is alakulnak ezek, tehát az, hogy kinek van csak fűtési szerződése, kinek van általános szerződése, és ezek mit akarnak ezek a szerződések, mennyi az a bizonyos köbméter, ez egyébként nagyon jól tárgyalja ez a levél. Én javasolnám, polgármester úr, hogy hasonlóan például Tószegen egy levélben értesítette a polgármester a lakosságot. Itt nálunk erre van felület, úgy gondolom, hogy a karcegi hírmondó ez tökéletesen megfelelne erre a célra. Tájékoztassuk, tegye meg polgármester úr, tájékoztassa a karcegi lakosokat ebbe a kérdésbe. Ne legyen tumultus a postán, ne legyen az embereknél egy kétség és egy bizonytalan helyzet ebbe a kérdésbe. Olyan dolog, ami azért egész komolyan és zsebre menően érinti az embereket. Tehát ebbe kérem polgármester úr segítségét, tájékoztatni a karcegi lakosokat a számla ügyben, számla fizetés módjában, lehetőségeiben. A másik kérdés, tudjuk, hogy a Jászlókun-Szolnok megye 6,5 milliárd forint körüli összeg, hajszá pontosan nem ennyi, de nagyságrendre 6,5 milliárd forint összegben jut és fölött rendelkezik. Az értelemben, hogy a települések útjai, járdái felújítása, javítása, megépítése finanszírozva legyen. Tudjuk, hogy ez hihetetlenül kicsi összeg, tehát azért közel 70 településről beszélünk a megyébe, és erre a 6,5 milliárd forint elég karcsú pénz, de 6,5 milliárd forint. Kérdésem arra irányul, hogy ehhez milyen
mértékben férhet hozzá a város, hiszen tudjuk, igen sok járdánk van nagyon rossz állapotban, igen sok mellékutcánk van nagyon rossz állapotban. Nyilván azok a kátyúzási munkák, amit a VGV is elvégez, éppen a leégetőbb dolgokat megoldja, de alapvetően a feladat, illetve a célt nem lehet vele elérni. Tehát mennyi pénzt tudunk ebből, vagy mekkora lehetőségei vannak a városnak ebbe az irányba, és ha igen, akkor mikorra várhatóak azért ezek a ténylegesen látható és eredmények, látható eredmények járda kérdésben, mellékutcák kérdésében. Továbbá valamilyen úton módon jeleznie a közút irányába, hogy egyre sürgősebbé válnak azok a közút kezelése alatt lévő utaknak a javítása. Mint például ugye a Dózsa-György út, de már most lassan a Vasút utca, Széchenyi és a Kisújszállási út közötti szakasza is egyre rosszabb állapotba kerül. A Deák körútnak már mind a két oldala szakaszonként le van szakadva, tehát úgy gondolom, hogy a közút a tett ígéretei ellenére nem nagyon mozgolódik, tehát szintén kérném polgármester úrat, hogy a közút irányába jelezze, hogy a városnak ezekre az utakra is szüksége van, és járható állapotban van szüksége. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen. További kérdés. Nincs, megpróbáljuk gyorsan válaszolni képviselő úrnak. Ahogyan a gázszámlával kérdezte, és rögtön a fölvezetőjében is mondta, hogy mindenki megpróbál különféle információkhoz jutni innen-onnan, ebből vannak a legnagyobb hibák, hiszen általában a Facebook ez a közeg, ahonnan próbálják összeszedni nagyon sokan az információt, és itt valóban azért keringenek elsősorban téves információk, tehát én azt gondolom, hogy mindenki, aki a gázszolgáltatójának a honlapjára fel tud lépni, és nyilván, hogyha a Facebookra fel tud lépni, akkor fel tud lépni a szolgáltató honlapjára is. Ott biztos vagyok abban, hogy megtalálja azokat az információkat, amit egyébként a számlával együtt ezek szerint ki is küldenek. Aki nem tud eligazodni ebben a számla kérdésben, ugye annak próbál segíteni a gázszolgáltató is, kiküldte ezt a magyarázatot. Tehát valószínű, hogy akinek gáz felhasználása van, az ugyanúgy, ahogy képviselő úr meg fogja kapni ezt a levelet. Nyilván abban tudunk segíteni, ha ez fölmerül igényként, hogy ezt a levelet mi is meg tudjuk jelentetni változatlan formában a Karcagi Hírmondóban, ez nem jelent semmi nehézséget, tehát én azt gondolom, hogy igen, ezt meg tudjuk tenni. Az, hogy én vállalkozzak arra, hogy a szolgáltató helyett megmagyarázzam azt, hogy hogyan kell értelmezni, azt nyilván nem fogom megtenni, én azt gondolom, hogy ez a szolgáltató feladata, de ahogy képviselő úr is jelezte, én ezt el tudom fogadni, tehát a Karcagi Hírmondóban természetesen ezt meg fogjuk tudni jelentetni, akár teljes terjedelmében, akár kivonataiban, de lehet, hogy a szolgáltatót is meg tudjuk keresni, hogy egy összefoglalót esetleg az újság számára tudjon adni. Én azt gondolom, hogy valóban megnyugtató lenne az, hogy ha mindenki a hiteles információt keresné, a hiteles információból próbálna tájékozódni, és nem ilyen mindenféle jött-ment Facebook posztból, ami aztán nem biztos, hogy a valóságot mutatja. A 6,5 milliárd forint az nyilván egy akkora keretösszeg, ami a TOP plusz és a hozzákapcsolódó pályázati források. Az, hogy ez milyen felhasználással megy, erről nyilván a megyei fejlesztési tanácsok, illetve a megyei közgyűlések döntenek. Én azt gondolom, és ugye a képviselő azt kérdezte, hogy mikor lesz ennek látható eredménye, én azt gondolom, hogy aki jár a városba, az láthatja, hogy azért van látható eredménye, hiszen utak újultak meg, járdákat újítottunk föl, parkolókat építettünk, tehát én azt gondolom, és hát remélem, hogy mások is ezt látják, amit képviselő úr nem lát ezek szerint, hogy azokhoz a forrásokhoz, amihez hozzá tud jutni Karcagváros önkormányzata, azok a források itt vannak, rendelkezésre állnak, több 100 millió forintot tudtunk elkölteni az előző évben, években útfelújításra. Nem tudom, képviselő úr, lehet, hogy nem kerékpározik, de a kisújszállási kerékpárutat is egy ilyen forrásból tudtuk felújítani, megújítani, milyen forrásból újítottuk meg.
több olyan utat, amely azt gondolom, hogy többször is szó volt már arról, hogy elsősorban a gyűjtő utakat próbáljuk először rendbe tenni. A következő pályázataink is erről szólnak, ugye erről döntöttünk is. Tehát várható, hogy a következő években is több százmillió forintot tudunk útfejlesztésre fordítani. Ezek nyilván nem jelentik azt, hogy minden egyes úthálózat, minden egyes négyzetméterre meg fog újulni a következő időszakban, de természetesen azért azon dolgozunk, hogy minden forrást le tudjunk hívni, minden pályázatot úgy tudjunk megvalósítani, ahogy az szándékunkban áll. Én bízom abban, hogy előbb-utóbb nem csak kátyúzni tudunk majd minden utat, hanem szép lassan fel is tudjuk újítani. Ez nem egy rövid munka, ezt azt gondolom képviselő úr is belátja. Nyilván azon vagyunk, hogy sikeres legyen. A járdafelújítások is folyamatosak, hiszen idén is 40 millió forintot tudtunk elkölteni járdafelújításra. Több száz kilométerről beszélünk, hogyha járdákról van szó. Természetes, hogy a legszükségesebbeket próbáljuk mindig megoldani, és ebben azért nagy segítségére van a pályázatok mellett a városgondnokság szakembere is, tehát próbáljuk ezeket folyamatosan karbantartani. Én bízom abban, hogy ha nem is egy-két éven belül, de azért hosszú távon eljutunk oda, hogy normalizálódik a helyzet. Próbáljuk a legszükségesebbeket elvégezni. Én bízom abban, hogy képviselő úr is látja azért majd ezeket az eredményeket. A közúttal természetesen folyamatos kapcsolatban vagyunk. Ahogy mondtam már előző testületi üléseken is, a top pluszos forrásban benne van a Dózsa-György út felújítása. Sőt, ha jól tudom, akkor egészen meghosszabbították a tilalmasi szakasz irányába is, tehát nem csak a karcak tábláik, hanem egész tovább fog ez tartani. Hogy ehhez kapcsolódik az Ádor-hídi út felújítása, ami én bízom abban, hogy egy-két héten belül eljutunk a közbeszerzés kiírásának a szakaszába, és az is el tud kezdődni. A vasútút felújítása az nyilvánvalóan szükségessé válik. Ugye ezt is többször megbeszéltük már, és azzal együtt, amit képviselő úr mondott, hogy a Deák körút az nem közút kezelésében van, hanem városi önkormányzat kezelésében. Természetes, hogy ezzel az úttal foglalkoznunk kell. Ugye itt az merült föl, hogy az M4-es építésével és az elkerülő út megvalósításával tudjuk igazából azt a átmenő forgalmat kivinni a városból, ami jelenleg a Madarasi út, Kálvin út, Püspökladányi úton kellene hivatalosan, hogy átmenjen Karcag belterületén. Ugye azt is látjuk, hogy a GPS rövidít, tehát elviszi a kamionokat, szállítójárműveket a Deák körútra, ami így megosztja egy picit a forgalmat a Madarasi és a Deák körút között. De ugye azt is látjuk, és ezért fontos az elkerülő útnak a megépítése, hogyha valamennyi teherforgalom a Madarasi, Kálmin, Püspökladányi úton vonul keresztül, akkor ez érint 4 iskolát, 2 óvodát, tehát én azt érzékelem, hogyha egy picit megoszlik, az talán jobb a belvárosnak is. Ezzel együtt nyilván tönkre megy a Deák körút, tehát látjuk azt, hogy egyre rosszabb. Azokat a fontosabb javításokat azt elvégezte a városgondnokság, és el is fogja végezni, ami az útnak a biztonságos közlekedését garantálja. De a teljes felújítása én azt gondolom, hogy akkor célszerű, amikor az M4, illetve az elkerülő forgalom mentesítette a várost az átmenő forgalomtól, és akkor célszerű majd rendbe tenni, hiszen addig folyamatosan karban kellene tartani, és egy felújított útra megint ráfordítani pénzt, az egy kicsit nehéz lenne. Ettől függetlenül egyetértek képviselő úrral, természetesen a közútnak a folyamatos kapcsolattartása napirenden van, folyamatosan kérjük tőlük az ő kezelésükben levő utaknak a karbantartását. Többször fölmerült, hogy a mostani 4-esnek a út részei le vannak szakadva itt elsősorban Karcag és Püspökladány között. Ugye ezek a részek elkészültek, és azt gondolom, hogy nagyon jó minőségben készültek el. A 4-es melletti parkoló karbantartása folyamatos a közút részéről, tehát én úgy érzékelem, hogy talán egy picit nagyobb az odafigyelés a közút részéről is a forgalom iránt. És hát ez nyilván hozzátartozik, hogy a Madarasi útnak a karbantartását is nagyon odafigyelve végzi a közút, és talán mondhatom azt, hogy a kerékpár úttal is foglalkoznak, hiszen ez egy következő kérdés, hogy a Madarasi úti
kerékpárút, ami Berekfürdő irányába aztán megy tovább, és az első részét felújítottuk, az mikor lesz tovább folytatva. Ugye erről is előre haladott tárgyalásokat folytatunk a közúttal. Én remélem, hogy ez is el fog készülni hamarosan. Megfelelője a válasz, képviselő úr. Köszönöm szépen. További kérdés. Ha nincs, akkor rátérünk a napirendi pontok megtárgyalására. Első napirendi pontunk javaslat Karcagváros önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására. Tisztelt képviselő testület, ez a módosítás a jogszabályi kötelezettségeket tartalmazza elsősorban. Én úgy látom, és gondolom mindenki megkapta az írásos anyagot, volt idő áttanulmányozni. Részemről vitára bocsájtom a napirendet, kérdés, hozzászólás van-e? Karcagi Nagy Zoltán képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselőtársak, kedves jelenlévők! Önkormányzatunk képviselőtestülete a költségvetési rendeletet negyedévenként döntése szerint időpontokban módosíthatja. Jelen módosító javaslat összességében 279.483.176 forint bevételi és kiadási előirányzat növekedést tartalmaz. Jelentősebb tételeket szeretnék elmondani a bevételi oldalon. Kötelező önkormányzati feladatok központi finanszírozására 90.297.154 forintot kaptunk. Egyéb működési célú támogatások, közfoglalkoztatás, nyári diákmunka, népszámlálás lebonyolítása, erre 22.723.134 forint összeg érkezett. Pályázati támogatások összesen 121.475.466 forintban érkeztek, ezen belül a TOP Plus program keretében a Dózsa-György út 4 szám alatti épület felújítása válik lehetővé, 72.306.641 forint támogatásból. Szintén TOP pályázat keretében az idősek otthona konyhájának fejlesztése valósulhat meg, 49.168.825 forint értékben. A Karcagért közalapítvány 3.408.325 forint támogatást nyújtott, melyből a kisújszállás úti kerékpárút melletti korlát létesítése történhetett meg. Biztos mindenki látta, magam is többször jártam arra kerékpárral, tehát egy nagyon hasznos dolognak tartom. Kiadási oldalon a bevételek megfelelő jogcímre történő előirányzatosítása történt meg, a költségvetési szervek támogatásának változásai, valamint különböző kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások kerültek beépítésre, mind az önkormányzatnál, mind pedig a költségvetési szerveknél. Így önkormányzatunk 2022 évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegének finanszírozási műveleteket is tartalmazó módosított előirányzata 31.046.935.892 forintra módosult. A pénzügyi fejlesztési bizottság megtárgyalta, elfogadta, és a testületnek is elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás. Kanász Nagy László képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, tisztelt képviselőtársaim, jelenlevő tisztelt televízió nézők. Az ügyrendi és jogi bizottság is megtárgyalta a javaslattervezetet a harmadik negyedévi költségvetésről. Szakirányú észrevétel, megjegyzés nem volt. A bizottság egyhangulag elfogadta és javasolja a testületnek az elfogadásra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ha további kérdés, hozzászólás nincs, akkor én magam is elfogadásra javaslom. Aki egyetért vele, az kérem jelezze, igen. Nem tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra.
Második napirendi pontunk javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 19/2021-es önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt képviselőtestület, az önkormányzat képviselőtestülete 2021. július 8-án megtartott ülésén fogadta el a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az intézmény térítési díjainak megállapításáról szóló rendeletét, melyet 2021 évben a COVID jogszabályok miatt nem lehetett módosítani. Időközben a nyersanyag beszerzés árai, valamint a rezsidíjak drasztikusan növekedtek az elmúlt hónapokban. Az intézmények nem tudják a jelenlegi áron tartani a térítési díjak mértékét, ezért szükséges a térítési díjak emelése. A karcagi többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmények esetében ezt a módosító javaslatot tartalmazza a melléklet tervezet is. Kiküldésre került az anyag, bizottságok megvitatták. Vitára bocsájtom a napi rendet, kérdés, hozzászólás van ezzel kapcsolatban? Köszönöm. Ügyrendi bizottság is támogatta. Ha nincs kérdés, hozzászólás, akkor azt gondolom, hogy elfogadásra javaslom. Aki egyetért vele, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. Harmadik napirendi pontunk javaslat a karcag 69/32/4 helyrajzi számú ingatlan művelési ágának megváltoztatására. Tisztelt képviselőtestület, Karcagváros önkormányzat tulajdonát képezi a jelzett belterületi ingatlan, mellyel összefüggésben indokoltá vált művelési ágának kivett közterületből kivett beépítetlen területre történő módosítása, és ezzel egyidejűleg forgalomképes üzleti vagyon elemmé minősítése. Vitára bocsájtom ezt a napi rendi pontot is. Kérdés, hozzászólás van ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki ezzel egyetért jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. Negyedik napirendi pontunk javaslat Karcagváros önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 23/2012-es önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt képviselőtestület, az előbb elfogadott napirendi pont teszi indokoltá azt, hogy a forgalomképes elemek felsorolásából az átminősítés miatt ugye ez a melléklet is változzon, tehát ezért szükséges a vagyongazdálkodási rendelet módosítása. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van-e? Megtárgyalta, köszönöm szépen. Aki elfogadja, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadása. Ötödik napirendi pontunk, beszámoló a Karcagváros önkormányzat 2022. évi költségvetésének első fél évi végrehajtásáról. Ahogy az első napirendi pontban is már szó volt róla, Karcagi önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet módosított kiadási és bevételi előnyizátának fő összegét határozta meg. Az első fél évben a bevétel összege 80 összességében 86,67%-os mértékben, a kiadás pedig 66,42%-os, illetve 66,42%-ban teljesült. Tisztelt képviselőtestület, én úgy látom, hogy a beszámoló alapján összességében megállapítható, hogy a kiadás az első fél évben megfelelő ütemben a fedezet folyamatos biztosításával valósult meg. És ugye mindig, amikor erről a napirendről beszélünk, akkor mindig a takarékoskodás az, amely elsődlegesen feljön a legvégén a napirendi pont megtárgyalásakor. Azt gondolom, hogy a mai helyzetben az energiaárak nagyméretű növekedése indokoltá teszi, hogy a költségvetési egyensúly és a mindenkori fizetőképesség megtartása érdekében a költségvetés végrehajtása folyamán folyamatos és nagyon körültekintő felülvizsgálattal és ellenőrzéssel éljünk folyamatosan. Ez mindenképpen szükséges ahhoz, hogy meg tudjuk tartani a likviditásunkat. Vitára bocsájtom a napi rendet, kérdés, hozzászólás van ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki ezzel egyetért jelezze, igen, nem,
tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. Hatodik napirendi pontunk tájékoztató a karcagi többcélú kistérségi társulás működéséről, eredményeiről és célkitűzéseiről. Tisztelt képviselőtestület, ez egy hosszabb anyag, gondolom mindenkinek volt ideje áttanulmányozni, hiszen nagyon sok intézményről van szó, nagyon sok intézményen belüli egységről, és én azt gondolom, hogy oda figyelve és körültekintő módon írta le mindenki azt a röviden, egészségügyi képviselőasszony, az a röviden össze nem foglalható munkát, amelyet ebben az intézményben elvégeznek, hiszen a 21-es évről kell most beszámolni, és ez egy nagyon nehéz év volt. Gondoljunk csak a szociális ágazatra, a bölcsődei ágazatra, és még sorolhatnám, hiszen olyan helyzettel találkoztak az intézmények dolgozói, amely nagyon nagy odafigyelést, körültekintést igényelt számukról, és büszkén mondhatjuk azt, hogy állták a sarat, és nagyon jól és nagyon hatékonyan végezték azt a munkát, amelyet ezek között a körülmények között is el tudtak végezni, úgyhogy csak dicséretet érdemel. Na, valamennyi a kis térségi társulásban fenntartott intézmény. Vitára bocsájtom a napirendet. Kérdés, hozzászólás, megjegyzés van ezzel kapcsolatban? Pánti Ildikó képviselő asszony. Megittem a tevizet. Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, kedves képviselőtársaim, jelenlévők! Én, ahogy említette polgármester úr is, valóban több oldalas és nagyon sokrétű az anyag, amely előttünk van. Egy a lényeg, hogy ez a társulás kistérségi szinten jól működik. Fontos, hogy a társulásban résztvevő települések polgármesterei egymással jó kapcsolat építésében, feladatok megosztásában, feladatvállalásban továbbra is jól együttműködjenek, ez egy alapdolog. Természetesen minden településnek megvan a maga sajátossága létszámban, ellátottságban, földrajzi körülményeiben és a többi, hadd ne soroljuk, ezt valamennyien tudjuk. De nagyon fontos, és ezért kértem szót, és ezt hangsúlyozva, nem csak a jelen helyzetben, ugye ez a múlt évi eredményeket, meg feladat elvégzést összegzi, ugye ez az anyag, hanem a jelen helyzetben és a jövőt illetően, mert hiszen olyan ellátórendszer, amely közvetlenül kapcsolatban van az emberekkel. És erre az embereknek, a közösségeknek, ezeknek a szervezeteknek, mindenkinek nagyon nagy szüksége van. És én bízom benne, hogy a felsorolt intézmények, ahogy eddig is tették, adott településen, a városban, továbbra is úgy végzi munkáját, megfelelő szakemberellátottsággal, mert ez is nagyon fontos, az egyre nehezedő és egyre több probléma, amellyel küzdenek az emberek, a családok, a közösségek, olyan emberek, akik a feladatok magaslatán ezekre a feladatokra választ tud adni, és a megfelelő segítséget, mert nap mint nap a segítség az mindig nagyon jól jön, és láthatjuk, hogy ügyfélfogadás idején jönnek, mennek azokhoz az intézményekhez, mert rendkívüli helyzetek is mindig adódnak a mindennapok során. Én ezt szeretném erősíteni, és további jó együttműködést a kistérségi társulás polgármestereinek együttes munkájával, és ezeknek a ellátó rendszereknek, amely most hadd ne soroljuk, mert tudjuk, hogy kik vannak benne. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás? Ha nincs, akkor én azt gondolom, hogy ahogyan mind a kettőnk hozzászólásában is elhangzott képviselőasszonnyal, képviselőtestület nevében csak megköszönni tudjuk azt a munkát, amelyet településeken végeztek a kistérségi társulásban dolgozók, az intézmények vezetői, az intézmények dolgozói, és természetesen itt a Székhely településen a hivatal dolgozói is, aki a kistérségi
ügyekkel foglalkoznak. Én azt gondolom, hogy nélkülük nem sikerült volna azokat az eredményeket elérni, amelyet 2021-ben sikerült, hiszen valóban egy nagyon nehéz év volt, de ezzel a közös munkával, ahogy képviselőasszony is fogalmazott, az odafigyeléssel, az összekapaszkodással sikerült túllendülni ezeken a problémákon. Tisztelt képviselőtestület, elfogadásra javaslom a tájékoztatót, aki ezzel egyetért, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. Hetedik napirendi pontunk, javaslat a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása igénylésére. Tisztelt képviselőtestület, az energiaárak jelentősen emelkedtek, amelyek az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását is nehéz helyzet elé állítják, így azt gondolom, hogy mivel lehetőségünk van benyújtani egy pályázatot a rendkívüli önkormányzati támogatásra, én azt javaslom, hogy mindenképpen éljünk ezzel a lehetőséggel, a legkisebb segítség is jókor és jól jön az önkormányzat számára. Kérdés, hozzászólás van ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki egyetért vele, jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. Nyolcadik napirendi pontunk, javaslat a Városi Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Fórumának létrehozásáról szóló 302/2012-es képviselőtestületi határozat módosítására. 2019. december 19-én tartott ülésén a Városi Költségvetési Intézmények Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács fenntartói oldal tárgyaló csoportjának tagjairól döntött a képviselőtestület. Az időközben bekövetkezett személyi változás miatt a pedagógusok szakszervezete részéről delegált kapitánynő Zsurzsuc Andrea nyugdíjazására került sor, és ezzel a hivatkozással ő lemondott az érdekegyeztető fórum tagságáról. A pedagógusok szakszervezete Karcagi Városi Szervezete 2022. szeptember 15-én írásban javaslatot tett Csapóni Horváth Marian újonnan megválasztott alapszervezeti titkár személyére, így javaslom, hogy Csapóni Horváth Marian kerüljön a Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Fórumának tagjaként feltüntetésre és meghívásra. Vitára bocsájtom a napirendet, kérdés, hozzászólás van ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor elfogadásra és támogatásra javaslom, aki egyetért vele, jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. 9. napirendi pont, javaslat önkormányzati főtanácsadói munkakör létrehozására. A tisztelt képviselőtestület a határozott tervezetben foglaltak szerint egy önkormányzati főtanácsadói munkakör létrehozását javaslom a polgármesteri hivatalban, aki gyakorlatilag a polgármester munkáját fogja segíteni a jövőben, ha minden jól sikerül, akkor október 1-i határidővel. Vitára bocsájtom a napi rendet, kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, akkor támogatásra javaslom, aki elfogadja, jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. 10. napirendi pontunk, javaslat a Nagykun víz és csatornamű Kft.-vel Karcag belterület 2859/4 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó bérleti és üzemeltetési szerződés megkötésére. Karcagváros önkormányzat képviselő testülete a többszörösen módosított 393/2003-as határozatával döntött a címben jelzett ingatlan, helyrajzi számú ingatlan és a több rajta felálló építmény Nagykun víz és csatornamű Kft. Részére történő bérbeadásról. A bérelt ingatlan időközben a Karcag belterület 2852/2-es helyrajzi számú kivett közterület művelési ágú ingatlannal együtt telek csoport újraosztáson esett át, melynek eredményeképpen szükséges az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanok kialakítását átvezetni ezen a bérleti szerződésen. Erről szól ez az előterjesztés. Írásos anyagot mindenki megkapta. Vitára bocsájtom a napirendet.
Kérdés, hozzászólás. Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki egyetért vele jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. 11-es napirendi pontunk, javaslat a 2023. évi Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásra és a pályázathoz költségvetési előirányzat biztosítására. Tisztelt képviselőtestület, 2000 óta folyamatosan részt vesz a Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati pályázaton. Az önkormányzatunk ezzel is tudjuk támogatni azokat a hallgatókat, akik jogosultak ennek az ösztöndíjnak az igénybevételére. Javaslom, hogy az ösztöndíj pályázathoz való csatlakozást a pályázathoz a 2023. évi költségvetésben 4 millió forint előirányzattal biztosítsuk. Ugye ez a Burza Hungarika három lábon áll, az egyik a települési önkormányzat által adott támogatás, amelyet a megyei önkormányzat ki tud egészíteni, az intézmény pedig az így kikalkulált összeget duplázza meg gyakorlatilag, tehát ugyanannyit tesz hozzá, amennyit az önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat tud biztosítani. Úgyhogy eddig elég volt ez a keret arra, aki dolgozott szempontrendszer alapján, amellyel tudtuk támogatni a hallgatókat. Én bízom abban, hogy 2023-ban is tudjuk folytatni ezt a Burza Hungarika ösztöndíj pályázatot, úgyhogy mindenképpen javaslom a csatlakozást ehhez a pályázathoz. Vitára bocsájtam, kérdés, hozzászólás van-e? Pintér Zoltán képviselő úr. Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, tisztelt képviselőtársak, kedves megjelentek! Karcagvárosi Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága a 2022. szeptember 19-i ülésén megvitatta ezt a napirendi pontot, ahogy polgármester úr is pedig ugye elmondta, idestova 22 éve vagy 23. éve folyamatosan csatlakozunk ugye a Burza Hungarika ösztöndíj alaphoz. Nyilvánvalóan a bizottsági tagtársak teljes felszélességgel támogatják a csatlakozást, magam is hozzátéve azt, hogy ennek megszavazását, a jövő évi csatlakozást én magam is javaslom a testület számára, hiszen egy olyan társadalmi csoport, ugye a karcagvárosi fiatalok támogatásáról van szó, akik ugye akár a felsőoktatásba felvételt nyerve, akár már felsőoktatásban lévő hallgatóként a leginkább, vagy az egyik legsúlyosabb módon ugye támogatásra szorulnak. Úgyhogy tisztelt képviselőtársakat kérem ugye ennek támogatására, és hogy újra ne szólaljak fel a soron következő napirendi pont, a Madarász Imre Egyesített Óvoda SMSZ-ének szervezeti működési szabályzatának módosítása is tárgyalásra került ugye az említett ülésen. Ugye ez is egy hosszabb távú régi átalakításnak a végső stációja, hiszen tulajdonképpen az alapítókirat változtatása, a telephelyek ugye számának változásait, gondolva a Jókai úti intézményre, illetve a vezetésben is a gyermeklétszámban bekövetkezett változások indokolják az SMS átalakítását, minthogy ugye az ülés elején is láthattuk, hogy kiváló, kimagasló munkát végez ugye a Madarász Imre Egyesített Óvoda intézményeinek kollektívája. Én szintén a szervezeti működési szabályzat támogatását is javasolnám a testület számára. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás. Ha nincs, akkor a Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjhoz való csatlakozásról szavazunk először, ahogy képviselő úr is elmondta a hozzászólásában. Aki támogatja, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. 12. napirendi pontunk, javaslat a Madarász Imre Egyesített Óvoda szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására. Ahogy képviselő úr is elmondtam, az előző hozzászólásában valóban ezek az indokok, amelyek mindenképpen szükségessé teszik a óvoda szervezeti és működési szabályzatának módosítását és jóváhagyását, hiszen valóban az alapítókirat módosításával a feladatellátási helyek módosultak, illetve az óvodai csoportok számában történt változások, továbbá az intézmény vezetésében történt változások, ahogy hallhattuk az előbbiekben is, ezt teszi indokoltá a szervezeti és működési szabályzatnak a módosítását, amelyet a képviselőtestületnek kell jóvá hagyni. Vitára bocsájtam, kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki egyetért jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra.
13. napirendi pontunk, javaslat a Karcza Kisújszállási út 47 szám alatt található 3-as számú önkormányzati bérlakás pályázat útján történő bérbeadásra. Ahogy a címből is egyértelműen kiderül, a Karcza Kisújszállási út 47 szám alatt található 3-as számú komfortos, komfortfokozatú önkormányzati tulajdonban lévő bérlakás jelenleg üres, így javaslom a lakás bérlőjének pályázat útján történő kiválasztását, a lakásra a pályázat kiírását, a bérbeadásnak semmilyen jogszabályi akadálya nincs, tehát a pályázat kiírható. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van-e? Nagyné László Erzsébet képviselő asszony. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselőtársaim, tisztelt jelenlévők. Karcagváros önkormányzat szociális és egészségügyi bizottsága ezt a napirendet is több más napirendre együtt tárgyalta, és támogatja, hogy a előterjesztésben, illetve a javaslatban foglaltak szerint kerüljön kiírásra a pályázat. Köszönöm. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki egyetért jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. 14. napirendi pontunk, javaslat a Karcza Gépgyár utca 72-96 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére. Tisztelt képviselő testület, az önkormányzat tulajdonát képezi a Karcza Gépgyár utca 72-96-os helyrajzi számú kivett műhely művelési ágú ingatlan, amely az önkormányzat üzleti forgalomképes vagyonának vagyonelemei közé tartozik. Az ingatlanra vételi ajánlat érkezett a fátyolüveg gyártó és kereskedelmi Kft. Ügyvezetőjétől. A vételi ajánlatra tekintettel értékbecslést végeztettünk az ingatlan forgalmi értékének megállapítása érdekében. Az értékbecslés szerint az ingatlan területe, a telek mérete 821 négyzetméter, melyen található egy 210 négyzetméteres hasznos alapterületű épület. Az épület állapota egyébként közepes, de inkább gyengének minősíteném, aki elég sűrűn jár, az ismeri ezt az épületet. Az értékbecslés szerint az ingatlan forgalmi értéke 4.135.000 forint. Javaslom, hogy ebben az értékben kerüljön értékesítésre a Fátyolüveg Kft. Részére ez az ingatlan, hiszen mellette van gyakorlatilag az ő telephelyük, és nyilván tudnák hasznosítani a saját Kft.-jük működésében ezt a területet. Vitára bocsájtom a napirendet, kérdés, hozzászólás van-e ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki egyetért vele, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. 15. napirendi pontunk, javaslat a Karcag Laktanya út egy szám alatt található 5376/16 helyrajzi számú ingatlan versenyeztetés útján történő értékesítésre. Tisztelt képviselőtestület, szintén az önkormányzat tulajdonát képezi a címben jelzett ingatlan is, amely kivett üzem udvar megnevezésű 4604 négyzetméter alapterületű ingatlan, illetve a rajta lévő 1328 négyzetméter alapterületű épület, amely együtt épület ingatlant tudnánk egyben értékesíteni. Az épület ingatlant és a területet jelenleg a Multitech Kft. Bérli az önkormányzattól, amennyire nyilván mindenki tudja, a Multitech Kft. Belföldre és exportra készülő termékek heggesztési technológiájával történő gyártására használja ezt az ingatlant, és közel 20 karcagi családnak ad munkalehetőséget, tehát azt gondolom, hogy nem egy kis Kft.-ről beszélünk. A Kft. Egyébként vételi ajánlatot tett az ingatlanra, 38 millió forint plusz áfa értékben. Természetesen erre az ingatlanra is elkészítettük az értékbecslést, amely vonatkozásában a telek ingatlan értéke 11 millió 510 ezer forint, míg az épület értéke 32 millió 536 millió forint, összességében 44 millió 46 ezer forint, hogy az ellen
oldalon megajánlott összeggel szemben ez egy magasabb érték. Én javaslom, hogy az önkormányzat részéről, mivel meghatározott nemzeti értékhatár fölött vagyunk, ezt versenyeztetés útján meghirdetni, és a legelőnyösebb ajánlottevő részére a szolgáltatást, illetve a ingatlant, telekingatlant és az épületingatlant eladni. Tehát javaslom, hogy ez az összeg a minimum érték legyen gyakorlatilag ebben a pályázatban, és egy meghívásos versenyeztetés után kerüljön eladásra. Vitára bocsájtom a napi rendet, kérdés, hozzászólás van ezzel kapcsolatban? Természetesen fontos azt figyelembe vennünk, hogy egy olyan KFT-ről beszélünk, amelyet mondtam is, hogy, és nyilván az eladásnál is ezt fokozottan figyelembe kell vennünk mindenképpen, azt, hogy egy olyan KFT-ről beszélünk, aki karcagi családoknak, karcagi munkavállalóknak biztosít lehetőséget arra, hogy itt dolgozzanak, és hát nem utolsó sorban, ugye mindenképpen szeretnénk megtartani ezeket a munkahelyeket, és az sem egy utolsó szempont, hogy a iparűzési adóbevételek is itt keletkeznek természetesen, amellyel aztán a továbbiakban tudunk gazdálkodni. Ha nincs kérdés, hozzászólás, akkor elfogadásra javaslom a napi rendet, aki egyetért vele jelezze, igen, nem tartózkodott, egyhangulat került elfogadásra. 16. napirendi pontunk, javaslat a népi építészeti program keretében népi építészeti értékek megújulását támogató épület felújításra pályázatot benyújtani. Többször volt már napirenden a népi építészeti programra való jelentkezés, ugye itt egy 20 millió forintos keretösszeg, amelyre tudunk pályázni. A pályázat egyébként 80%-os intenzitású, tehát mindenképpen teljes összeg megnyerése esetén egy 4 millió forintos önrészt kell mellé tennünk, de mindenképpen javaslom ennek a pályázatnak a benyújtását, hiszen egy olyan épületet szeretnénk megmenteni az utókornak, a nagykunsági tájház területén lévő sütőház kemencéjének és tetőszerkezetének a felújítására nyújtanánk be ezt a pályázatot, amely azt gondolom, hogy egyedi építészeti érték, és mindenképpen szükséges, hogy az utókor számára ezt megőrizzük. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki egyetért vele jelezze, igen, nem tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. 17. napirendi pontunk, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Egyben tárgyaljuk meg a lejárt határidejű határozatokat. Én, ha jól számoltam, akkor összesen 20 határozatról kell döntenünk. Vitára bocsájtom, ha bármelyikkel kapcsolatban valakinek kérdése merül föl, akkor kérem, hogy a sorszám megadásával jelezze hozzászólásában, hogy melyikkel kapcsolatban. Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, egyben mind a 20 jelentést, aki egyetért vele jelezze, igen, nem tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, a 18. napirendi pont tárgyalásánál zárt ülést rendelek el. A testület nyilvános ülés keretében folytatja munkáját. Bejelentem, hogy legközelebb munkaterv szerint 2022. október 27-én csütörtökön 15 órai kezdettel ülésezik a képviselőtestület. Kérdezem, hogy van-e valakinek napirendi ponti javaslata erre az ülésre? Ha nincs, akkor megköszönöm a képviselőtestület tagjainak, a meghívottaknak a megjelenést, aktivitást, köszönöm a kedves televízió nézőknek a figyelmet, a mai testületi ülést bezárom. További szép napot kívánok mindenkinek!